a lakáskulcs. Önöket, dr. Hidasi Gábor ügyvédel. Szervusz Gábor. Szervusz Laci. Üdvözlöm a nézőket. Aki az előzőeket látta, az tudja már, hogy nagyjából milyen stílusú, milyen hangvételű ez a beszélgetés. Társaságokról beszéltünk, illetve a legutóbbi adásunkban az ingatlan És hát félbe maradt, mert azért úgy gondoltuk, hogy mégsem egy órát fog egyben beszélgetni, hanem egy újabb 20-25 percet szánunk arra, hogy mi is jellemző most ugye az ingatlan Olyan újdonságok vannak, hogy elektronikusan is lehet már ingatlan részt venni. Majd. Jó, majd. <laughs> Igen, de már a kezdemények megvannak. Meg rügyezik. <laughs> és ismét itt van velünk a stúdióban dr. Tóth Balázs, a miniszterelnökség, E, ingatlan nyilvántartás és térképészeti főosztályának a vezetője, Szervusz Balázs. Szervusztok, üdvözlöm a nézőket. Rengeteg jó információt adtam, mert nekünk itt az elmutatásokban, úgyhogy ragaszkodunk hozzá a továbbiakban is, és köszönjük, hogy itt vagy. E, ingatlan nyilvántartások, mindenről beszélgettünk az előzőben, de nem jutott már időnk az újdonságokra, hogy és halad az ingatlan nyilvántartás. Azt azért, hogy szerettem volna megkérdezni, hogy ugye azt mondtad, hogy Budapesten 4,1 millió az ingatlanok száma mm -hmm. nagyjából. Országos ez nagyjából nagyságrendezmény. Tehát azt tudjuk, hogy 4,3 millió lakás van Magyarországon. Mm -hmm. Ugye ezt tudjuk a felmérésekből. És azt is tudjuk, hogy ennek a 10% a durván bérlakás ami azért elég kemény, hogy csak, és ennek a fele csak az önkormányzati bérlakás, tehát ha úgy veszük, akkor, akkor azt mondhatjuk, hogy olyan 240 ezer tehető a, a szociális bérlakások száma, ami borosztan kevés egyébként. Na de nem ez a beszélgetésünk témája, hanem az ingatlan nyilvántartás. Engem érdekel, hogy nagyságrendileg mennyi az ingatlan. 4,3 millió lakás van, de hány ingatlan? Én úgy emlékszem, hogy 8 millió körül, de ez tényleg csak egy ilyen becsült érték. Arról nem beszélve, hogy ez óráról órára változik. Vilámos. Tehát... <gül> Csökkenő. <gül> igen, igen, ez attól függ mindig, hogy, hogy melyik. Mi, mi, a, mi a, nagyobb arány egyébként? A csökkenés vagy a növekedés? Ugye? Mert nem mindig e, keletkeznek ott új ingatlanok, amelyeket lebontanak esetleg. <laughs> de sok új ingatlan épül, mert ha más nem veszünk, 20 ezer lakás épül például. Uh, rend... Az egy épületnek, bocsánat, az egy épületnek idősült. Az abszolút, vagy az hát elején, igen. egy száz lakás, mondjuk, igen. Abszolút. Uh, nézz, rendkívül sok statisztikát lehet kinyerni az ingatlan nyilvántartásból, függően attól, hogy mit akarunk vizsgálni. Nézzétek el nekem, hogy ilyenekkel nem készültem, hogy növekvő vagy csökkenő arány, mert igazából kevésbé releváns nemzetgazdasági szempontból is, meg annak a monitorozása szempont, hogy az építőipar hogy áll. Nekünk, ami releváns és rendszeresen monitorozzuk, az az, hogy hogy teljesítenek a hatóságok, milyen kérelmek érkeznek be. Évente nagyjából két és fél millió eljárást folytatunk le az ingatlan nyilvántartásba. Ennyi változás történik a tulajdoni lapon. Erre jönnek még azok a térképi változások, telekalakítási engedélyek, záradékolások, mi egymás, ami ezt a szakterületet jellemzi. Úgyhogy mi arra próbálunk felkészülni, hogy ezt az éves két és fél milliós darab számot a legjobb tudásunk szerint a főváros és vármegyé kormányhivatalokkal el tudjuk bírálni. Na nézzük akkor az újdonságokat. Hogy milyen újdonsággal kész az ingatlan nyilvántartás a hatóság gyakorlatilag. Ugye itt az elektronizációról van szó meghatározó módon. Abszolút, illetve a digitalizációról is emellett. Ö, oszlassuk el ezt a kétet, hogy most lesz elektronikus az ingatlan nyilvántartás. Az ingatlan nyilvántartás 20 éve elektronikus. Sehol nincs kinyomtatva, mert nem is lehet. Ennek uh, megvannak az információ biztonsági alapjai, van egy szerver, meg annak egy georedundás, tehát területileg máshol levő szerver, uh, Más ö, változata, ö, azt én se tudom, hol van, és nem is kívánom tudni egyébként, mert sokkal jobb így mindenkinek az élete, és emellett a biztonság mellett működik elektronikusan. Amire most készülünk, az az, hogy ezek a változás vezetésekhez kapcsolódó hatósági eljárások is digitálisan mehessenek végbe, tehát hogy a papír kikerüljön az ingatlanügyi hatóságok, illetve a jogi képviselők ez irányú profiából teljes mértékben. Erre készült egy projekt, egy közigazgatásfejlesztési operatív program, ami azt jelenti, hogy az Európai Unió finanszírozza. Effektív harmadik éve dolgozunk őzerővel rajta, és körülbelül egy év van vissza ahhoz, hogy ez az egész beinduljon. Hát nem egyszerű feladat egyébként, ezt nyilván mindenki érzékeli. Ez a fő cél, ami ennek a projektnek a megvalósulása, hogy, hogy papírmentesen tudjunk működni. A tulajdoni lapokra vonatkozó másik nem jelentéktelen cél az, hogy az úgynevezett automatikus döntéshozatal minden eljárásban megvalósulhasson, ami azt jelenti, hogy az ügyintéző nem vesz részt a bejegyzésben, nem vizsgál okiratokat a bejegyzés során, hanem a jogi képviselő által kitültött űrlapok feltűtött okiratok alapján a rendszer hát a rendszer jegyzi be, de a főispán felelősségével ezeket a döntéseket. ennek a projektnek még a célja ez az E-ink projekt egyébként az ingatlan nyilvántartáson és a térképészeten túl a földhasználati nyilvántartást, a földforgalmi nyilvántartást is, tehát a földműves nyilvántartást is ugyanezen az informatikai alapon ö, tudja vinni. Azt mondtad, hogy nem avatkozik bele emberi kéz gyakorlatilag, ez nagyon-nagyon jó. Kivéve az ügyvéd kezét. <laughs> a kormány elő keze nem lesz ott. Így van. <laughs> az, ügyvéd, az, ügyvéd, hogy avatkozik bele? Együtt? Hát ő, ő hozza létre a, a, átruházó vagy a változást előidéző okiratot, ő hozza létre a kérelmet, azt majd elektronikai úton, ő nyújtja be, idáig a felelősség aztán meg jönnek a robotok ott a másik oldalon, meg egy másik felelősség, de hát a, a hogy mondjam, csak a kézműves tevékenység az az ügyvédnél van. E, arra arra, arra akartam kiukadni az előbb, de fontos megjegyzés volt ez mindenképpen, hogy ugye lehetett hallani arról, hogy egy bejegyzésnél az értéket azért megnézik. Ugye a földhivatalnál, hogy mit tudom, egy lakás értéke úgy lett -e lejelentve, ami a valósághoz közeli. És lehetett hallani hogy olyan 20-25 százalékos eltérést még jóvá hagynak, de egyébként afölött már vizsgálat indul, hogyha esetleg eltér az ár a környéke megszokott valós ártól, ami ezer oknál fogva akár adózásban, vagy más szempontok alapján. Hozzá tud nyúlni így, vagy meg lehet nézni az értékeket ilyen formán? Nem. Nem, és ez egy, hogy is mondjam, szeretem az ilyen plegykákat, hogy a Földhivatal ezt nézi. Ugye az előző műsorban is volt szó, szóla a Földhivatal a registratív szerv nem méltányol, nem állapít meg, nem mérlegel, hanem regisztrálja a a, a felek akaratát, amit a jogi képviselő útján eljutott. Most is egyébként, a most is papír alapú világban. A Nemzeti Adó és Vámhivatal az egy egészen más tészta. Ugye úgy néz ki, hogy az adásvételi szerződés, ami amennyiben helyt adó bejegyzés születik a földhivatalban, rögtön átkerül az adóhatósághoz, és ő esetleg ebben a körben vizsgálódhat. Vételárat ingatlan szempontból egyáltalán nem vizsgál az ingatlanügyi hatóság. Neki nem az a dolga, hogy a vételára mindenféle megállapításokat tegyen, neki az a dolga, hogy a szerződéses akaratot regisztrálja, és a tulajdójogot tartsa nyilván. Ahhoz pedig semmi köze ahhoz, hogy miben alkudtak meg a felek. Tehát kérelem, kérelem alapján jár el a hivatal hogy a kérelem meg nem tartalmazza az értékeket, az árakat, a fizetési feltételeket, tehát ilyen annak, annak nem tartalma ez. Az érték egy helyen jelenik meg, illetve megjelenik a NAV-nál, mert valóban, ahogy te is mondtad, akár kezdeményezhet vizsgálatot, mert hiszen akár eltérhet a valós értéktől, ezt tudjuk. Igen, Én de nem. ugye eltérhet a valós értéktől, és a NAV valóban vizsgálódhat, és a, a NAV rendelkezik összehasonlító adatokkal bőven, tehát tudja mihez vetni azt az értéket. De egyáltalán nem biztos, hogy sanda szándék, adócsalási, adó megkerülési szándék okozza azt, hogy itt az értékek eltérnek, mert lehet más kompenzáció, vagy más. Más Aztalút gazdasági érdekeltség, ami adott esetben éppen az árat leszorítja, mert egy másik szerződésben, vagy egy másik jogviszonyban kompenzálódik ez a történet. Tehát nem feltétlenül kell rosszra gondolni. Amire viszont te gondolsz, az kifejezetten a rossz. Igen. Ugye ezt gondoltam mindjárt, ugye rendes újságíró az ilyenkor erre gondol. Tehát te arra gondolsz, hogy valakik szándékosan a megállapodás alatti összegben jelölik meg, mondjuk a illeték megtakarítás okán, igen. vagy adó optimalizálás igen. okán. Hát ez akár bűncselekmény is lehet, de hát nyilván ez a műsor így most nem alkalmas arra. Nyilván csak, ha már itt erről beszélünk a nyilvántartás, akkor ez is, mert a nyilvántartás bejut a naphoz is. De nem a nyilvántartás júd be. Nem a nyilvántartás igen, csak ha már igen. Jó, térjünk vissza akkor az elektronizációhoz, a digitalizációhoz hol is tart, vagy miről is van szó igazán? Tehát, ugye arra, minket, hogy visszavezessen Balást a történet lényegéhez. Tehát, ugye most a hatóság csak a kérelmeket, és nem is a ügyintéző útján, hanem valamilyen szoftver útján veti össze az ingatlan nyilvántartás létező adataival, már bejegyzett adataival, igaz? Így van. És akkor ennek az összevetéséből jut arra a következtetésre, hogy automatikus eljárás, és Így akkor van. minden nagyon gyorsan zajlik. Tehát ez gyakorlatilag az adásvételi szerződés, kötés pillanatában az ügyvédi irodában, mondjuk, vagy a közjegyzőnél el lehet intézni, és perceken belül megszülethet egy tulajdoni lap, igaz? De nem bejegyző határozat, hanem egy tulajdoni lap. Egy bejegyző határozat. Egy bejegyző határozat? Hát a tulajdoni lapra jegyezzük be a határozatot. Jó, igen. A bejegyző, igen, jegyezzük be a tulajdonjogot, ezzelről hozunk egy határozatot, ez a határozat készül el egyébként automatikusan, meg a bejegyzés maga. És ez tényleg másodperceken belül visszajuthat az érdekelteket. tehát az ügyfél oldalról, tehát az ügyvéd ügyfelének uh -huh. oldaláról az élmény az, hogy az ügyvédnő, ügyvédur elintézte. Ugye? Tehát akkor úgy jövök ki az ügyvéd irodából a szerződéskötés után, hogy nem csak egy reményen van arra, hogy át van ruházva, vagy át lesz ruházva a tulajdonjog, hanem már meg is történt, hiszen a bejegyzés okozza az átruházást, a jogszemzést. Ugye? Tehát jól értem. Így van, mondom. így van, abszolút. Mi, mi van, ha nem így van? Tehát mi van akkor, hogyha valami akár hiba, vagy akár nem az ügyvéd hibája, hanem éppen adateltérési hibák miatt ez az automatikus eljárás nem tud működni automatikus döntés az csak helytató döntést tud hozni. Tehát ha minden klappol, mondjuk így póriasan, akkor meg lehet, ha nem, ügyintézőhöz kerül az ügy, a rendszer automatikusan ügyintézői szintig tudja szignálni ezt az ügyet. Ekkor a klasszikus módszer szerint egy teljes eljárás, szerinti teljes eljárásba, az okiratok meg az egyéb körülmények vizsgálatával jut majd arra a döntésre az ügyintéző, hogy ez attól még helytadó döntés lehet, csak a rendszer erre nem volt alkalmas, hogy megállapítsa, hogy ezek a körülmények relevánsak, vagy nem relevánsak. A oldalról ez már azt jelenti, hogy úgy jövök ki az ügyvédnő ügyvédő irodájából, hogy nem tudjuk még, hogy mi lesz a döntés, de majd lesz egyszer később, van. de kaptunk egy jelentést, vagy jelzést arról, Ott van, hogy automatikus döntéshozata kizárt. Ugye? Így van. van. Elutasítás se hozhat a rendszer, az azért bonyolultabb történet mindenképpen. Úgyhogy ezt érdemes róla tudni, azt érdemes róla tudni, hogyha én természetes személy állampolgár vagyok, ettől nekem még nem kell megtanulnom a digitalizáció minden csinyát, binyát, nem kell számítógép, nem kell internetkapcsolat, nem kell e-mail cím, semmi ilyesmire nincsen szükség. Ez egyébként egy nagyon nagy dilemma, és ez általános a elközigazgatás fejlesztésen, de amúgy is a digitalizáción belül, hogy nyílik a társadalmi olló újra. Mert van egy digitálisan uh, kevésbé jártas ügyfélkör, és nagyon vicces, képzétek, a kor előre haladtával ez nem a idős, meg a fiatal generáció között van. Abszolút nem emögött e van uh, a, hatalmas szakadék, meg azok között, akik viszont élnek ezzel a lehetőségem. Az elektronikus ügyintézésről szóló törvény az megteremteni a lehetőséget arra, hogy kötelezzük elektronikus ügyintézésre az ügyfelet hát az ingatlan nyilvántartásban az eleve lehetetlen. Tehát itt nem hagyjuk az útszélén. Viszont két dolgot kell, vagy egy dolgot nagyon fontos erről tudni, hogy egyfajta elektronikus nyilatkozatra szükség van az ingatlan nyilvántartásban, hogy lássuk, hogy nem csak a szerződés az, hanem az akaratot ki tudjuk olvasni arra, hogy tényleg eladási szándékkal, vételi szándékkal jött az ügyfél. Úgyhogy ha van bármilyen elektronikus aláíró eszközünk, akkor az nagyon jó, ha nincs, akkor sajnos az egy plusz út a kormányablakba, ahol ezt a nyilatkozatot megtehetjük. Útban az, ügy, az, az ügyvédi iroda felé. Erre egyébként kampány is indult. Egyrészt a kormányablakokban el lett mondva, hogy propagálni kell, mondjuk az sme köthető elektronikus aláírást, de erre kis filmek is születnek a közeli jövőben. Mindenki mondja, nem kell tőle félni, ez pont olyan, mint egy bankkártyás fizetés. Az SME-vel pityogtatok, megadom a PIN-kódot, tehát nem egy ördögtől való dolog. Ennyit érdemes, mindenkit arra bátorítunk, legalább sme de ha van más elektronikus hogy módja bármilyen bizalmi szolgáltatótól az unión belül, akkor azt is tudja használni. Akkor, ha jól értem, és remélem, hogy a nézők is jól értik, igazából célszerű felkészülnie mindenkinek már eleve arra, hogy az életében kerülhet olyan helyzetbe, hogy valamilyen ingatlan művelet alanya lesz, szükség lesz valahol egy ilyen egyszerűsített hmm. megoldásra, ahol neki ez a bizonyos pinkódos bankkártyás megoldás, segít abban, hogy ő valamit elektronikusan aláírjon. Igaz? Így van. És ezzel akkor az ügyvéd, közjegyző, stb. munkáját is sokkal jobban segíti, nem beszélve arról, hogy önmagának is előnyöket okoz. Kerül ez pénzbe? nem kerül pénzbe, ez, ez egy teljesen díjmentes szolgáltatás az államnak. Egyébként a külső versenypiaci szereplőknek is van olyan szolgáltatás, ahol díjmentesen kapja az egyszerűen. Hát nem nyilván egy milliárdos cég ügyvezetője, mert ő megfelelő anyagiakkal rendelkezik, de bárkinek díjmentesen elérhető ez az egész. És annyit érdemes hozzátenni, hogy ezzel az eszemélyes aláírással ez az ingatlan nyilvántartásban ez egy nagyszerű dolog lesz, aztán számos más helyen egyre többet. Azért tegyük hozzá, hogy most tanuljuk igazából az elektronikus ügyintézést meg a digitalizációt. Ez pont ugyanaz, mint amikor 30 évvel ezelőtt, hogy na jó, kell bankszámla, aztán lett hozzá a bankkártya, mi az a bankkártya, nem érdekel a bank. Azért csak megtanulta mindenki. Nem nagy dolgok ezek tényleg, és érdemes belefektetni azt a minimális energiát, amit bele kell, mert aztán egy banki ügyintézésbe, más hatóság előtti ügyintézésbe, akárhol előnyös lehet. Uh -huh. Előadott -e te az ebben a szituációban, akár átmenetileg is, hogy mondjuk nem minden ügyvéd és nem minden közjegyző lesz képes arra, hogy adásvételi szerződések, például adásvételi szerződések számára okiratokat szerkeszen, és az ingatlan nyilvántartásban képviseletet lásson el. A kérdés irányított egyébként. Abszolút. <laughs> É, Aha, nem. Kicsit sem irányított értem. Előadódhat bizony egy ilyen helyzet. Erről Gáborral már egyébként sokat beszélgettünk, hogy jó ez -e vagy nem. A... Nagyon az intim oldal ennek az egész. Igen, abszolút, de... De lényeges azért. Lényeges. Az automatikus döntéshozatal azért valljuk meg egy eléggé nagy ugrás. Tehát ö, éppen ezért meghatározzuk majd az új végrehajtási rendeletbe, hogy mik azok a jogok, tények, aminál egyáltalán alkalmazni lehet, milyen feltételek mellett. De ez még kevés kell egy eléggé komolyan fölépített garanciarendszer, hogy ez ne legyen visszaéléses, bűncselekményes, lakásmafiás, szegény embert kigolyózós, mondjuk így póriaszavakkal szavakkal jogintézmény, és fölépített, föl is építettük ezt a garanciarendszert. Ebben nagyon sok minden van, például a teljes eljárás iránti kérelem, de ebben, ebben, van benne az is, hogy kik azok a jogi képviselők, akik automatikus döntéshozattal egyáltalán ingatlan nyilvántartási kéremet beadhatnak, és automatikus döntéshozatalban is kerülhetnek elő olyan ügyek, amit ők nyújtottak be. És az ügyvédi törvény megváltozott, több mint egy éve lassan, és ebbe van benne, hogy bizony az ügyvédeknek, jogi képviselőknek megfelelő képzés és megfelelő emelt szintű felelősségbiztosítás kell ahhoz, hogy ilyen ügyeteket intézzenek. Ugye beszéltünk erről Gáborral sokat, hogy az ügyvédi felelősség mennyibe változott. Tulajdonképpen az adatbevitel az, ami átkerül az ő oldalukra. De ezt nem szabad kicsinek venni ezt, hogy ah, jó, hát most mi az űrlapot kell kitüldeni. Ismerni kell ezt a rendszert hozzá. Azért nem mindegy, hogy egy-kettet, hogy adásvétel, vagy ajándékozás, mellé ütöttem harmadik részre, mit jegyeztem be, azon élvezett. Sajnos fönnmaradt a másik tulajdonostás tulajdoni hányadára. Ezek mind-mind fontos dolgok. Éppen ezért amit nem ellenőriztek nyilván. Amit nem ellenőrzünk, hát hanem elhézzük az ügyvédnek, hogy ez úgy van, úgyhogy az ügyvédi munka kiegészül ezzel. Nagyon és fognak ülni mond... egyébként, azt gondolom. Hát ö, ö, igen, nem lesz más választásuk, ha <laughs> A kettőnk között ugye az volt a... Nem vita, de hogy hát ez egy ilyen értekezés uh -huh. volt, ahol én azt mondtam, hogy hát eddig is ugyanekkora volt ami mi felelősségünk. Hol hát volt, volt a mi felelősségünk kisebb akkor, amikor nekem egy nyomtatványt kellett kitöltenem, ahhoz képest, hogy most egy képernyőn látom, hogy mit kell odaírni, mert ott meg lesz, uh -huh. hogy mit. Sőt, te mondtad nekem, már bocsánat, hogy így visszaivatkozom műsoron kívüli eseményekre, hogy ez a rendszer, amit ti kidolgoztok, amely működteti majd ezt az egész, Uh -huh. elektronikus vagy digitalizált ingatlan nyilvántartást, vagy az eljárást, uh -huh. ugye, hogy ez maga kiavítja esetleg a hibákat, amiket az ügyvéd elkövet, hogyha az adatokat más nyilvántartásokból Hát lekéri. ha nem is kiavítja, de kiegészíti. kiegészíti, arra kell gondolni, hogy az ügyvéd ugye személyazonosító számot kezelhet, ha ezt beüti, név, születési név, minden a személyadatlak cím nyilvántartásból kitöltődik magától. Tehát nem mi ütjük eddig, de... eddig mit csináltuk. De... Igen. Igen. Abszolút, hát egy szempár mindenképpen hiányozni fog, mi esetleg a biztonságot növelte, ez a földhivatal ügyintéző szeme, aki esetleg ez, ez mindenképpen hibázik, de a lényeg az, hogy az ügyvédi törvényben ez benne lesz, a vizsga az nem egy újabb jogi egyetem elvégzése, hanem az a minimális kompetencia, amivel kellő felelősséggel, meg kellő figyelemmel, ez, ez garantálható, hogy ez jó fog működni. Én meg, hogyha mondjuk így, hogy a kormánytisztviselő szemével nézem, aki az ingatlan nyilvántartási felel, minden szigorú garancia üdvözlendő. Mert ugye a, a, közfor, tehát a, a közbizalom, illetve a, az ingatlanforgalom biztonság az a fő cél, az új törvény preambuluma szerint is. És ez a, a felé hatnak ezek a. Kérdeznék még egyet Belét folytom a szót, bár nem őt. könnyű. Szóval a, van egy olyan szabályunk most a ügyvédi törvényben, hogy azt az ügyvédet, aki egy adott ilyen ingatlan nyilvántartásnál felhasználható okiratot ellenjegyez, uh -huh. mert azt ő szerkesztette, uh -huh. magyarul az én ügyvédem ellenjegyzi, akkor őt minden további nélkül a bejegyzési vagy egyéb ingatlan nyilvántartási eljárásban jogi képviselőnek kell tekinteni. Ez ma egy szabály. Uh -huh. Ez fennmarad? Fennmarad ez a szabály. Tehát, magyarul nem is kellene meghatalmazás. De alapvetően kell meghatalmazás, mert nem csak az az ügyvéd nyújthatja be a kérelmet, aki azt De ha az is nyújtja tészített. be, akkor nem kell meghatalmazás. De kell meghatalmazás, azért mm. kell meghatalmazás, hogy az ügyfeltől származó nyilatkozatot elektronikusan is lehessen felügyelni vagy figyelni, mondjuk így. Tehát a meghatalmazás is elektronikus lesz. Ez, ez egy elektronikus. Tehát ez a ügyvédi meghatalmazás az egy külön dolog. Ezt mondtam, hogy alá kell írni vagy személyvel, vagy a, vagy a kormányablak előtt. Az egy űrlapszerű, kötött szövegezésű történet lesz amiben én Tóth Balázs meghatalmazom Hidasi Gábort, hogy a, ezt az ingatlant adásvételi szerződés megkötje, ingatlan hatósághoz benyújtsa ezt a szerződést. Tehát ez egy ilyen kötött történet lesz. Erre egyébként azért van szükség, mert az információ technológia nem jutott el oda, hogy a szövegezett szerződéseket olvasni tudja majd 12 év múlva ott fog tartani, az tök jó lesz, de most még nem. Most még buta ilyen szempontból. De... Hát, amikor, amikor, ugye az ember készít egy diplomamunkát, vagy esetleg egy doktori diszertációt, akkor ráfogtatják, hogy van-e plágium például. Tehát ez megoldható. Aha, és bíznád erre a lakásodat? Nem. Na. <laughs> jó. jó, de egyébként a visszaéléseket azért százalék-osan nem lehet kiszűrni. Tehát Abszolút hogy... nem. Igen, de, tö de törekedni kell Hát Úgyhogy... Jó, szerintem nagyon érdekes volt ez a mostani információ. Én akkor hadd képviseljem a lakástulajdonosokat. Foglaljuk össze nagyon röviden két mondatban, hogy akkor mi a lényeg ennek a változásnak. Szóval az EINK projekt, illetve az ingatlan nyilvántartás fejlesztésének a lényege az, hogy papírmentesen lehessen véghezvinni ezeket a tranzakciókat, illetve az információtechnológia fejlődését kihasználva biztonságosabb, hatékonyabb jobb tudjunk használni. Balázs, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és remek információkat. <laughs> Igen, hát körülbelül ennyi. Önöknek köszönjük a figyelmet, lakás kulcsa, találkozunk ugye nem túl soká, és tudják, hogy hol keresik, <laughs> nem az árban, hanem a Youtube csatornán, illetve más egyéb podcastokon. Ugye, Gábor? Igen, pontosan. Nagyon <laughs> <laughs> jó, jó, jó. Jó, akkor folytatjuk. Köszönjük szépen a figyelmet.